Ez a szénatéri mérőállomás figyeli a levegő minőségét Nyíregyházán. Az adatok nem voltak túl jók az elmúlt napokban, magas légszennyezettségre hívták fel a figyelmet a városban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ értékelése alapján 6 településen volt veszélyes a levegő minősége. Ezt előidézhetik az autók, a kerti hulladék égetése, vagy a nem megfelelő tüzelőanyag használata is. Rosszabb is volt már. Tehát amikor kijött az ember az erkélyre a lakásból, érezte, hogy az a smog megnyomja. Most nincs ilyen. Nem tudom megállapítani, mert végül is a szokásos sétát teszem, de hát, hogyha a szakember azt mondja, akkor talán a maszk valamelyes segít. Ha nem fúj a szél, akkor sajnos nem egészséges a levegő, meg ez a rengeteg autó kipufogógáz. A Sóstón voltunk, ott nem volt rossz a minőség, most meg itt ezt nem igazán tapasztaljuk most. Hát lehet, hogy lehet érezni valami különbséget, de mivel olyan ritkán járunk itt, hát nem nagyon vesszük észre. Kertvárosban, amikor fűtenek mindenfélevel, olyankor rossz a levegő minősége. Amikor nem jó fával, meg nem is tudom, mivel fűtenek, akkor rossz esténként. Én érzem, pláne reggel, akkor kinyitom az ablakot, meg mindent, akkor érzem, hogy egy kicsit nehezebb a levegőbevétele. Hétfőre javultak az adatok, a levegő minősége Nyíregyházán már nem a veszélyes csoportba tartozik. A szállópor légköri koncentrációja kedvezőtlen. A jelenleg érvényben lévő egészségügyi javaslat szerint az érzékeny csoportokon kívül senkinek nem szükséges változtatni a szokásos kinti tevékenységén. Az érzékeny csoportba tartozóknak is csak akkor kell csökkenteni a szabadban töltött időt, ha valamilyen tünetet észlelnek magukon, ilyen például a torokirritáció vagy a köhögés.